Van egy különös mondat a Bibliában, ami így szól, hogy hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai, és az Isten nem egy doboz, egy ház, egy sátor, hanem a hozzákapcsolódó gondolataink egy helyzetet, egy állapotot járnak körül, és az egész hajléktalanság problémája is innen indul, hogy vajon van-e valaki, aki engem vár, fogad, valahol szánnak, szeretnek-e engem. Na most a ház önmagában, ha nincs benne élet, lehet akár műemlék is, lehet egy építészeti remek, de akkor valami, hogyha abban zsivaj van, élet van, lárma van, fények vannak, füstöl a kémény, és az emberek tájékozódási pontja, ahová hazatalálnak, ahol mindig valamilyen asztali közösség van, mert végül is nem maga az épület, hanem benne azok társasága, akik bennünket szeretnek. Na most, hogy egy ház, amiben emberek élnek otthonná, lesz ez ő rajtuk múlik, meghatározó személyeken, és először vész el az emberi kapcsolat, az emberi érték, és utána lesz esetleg a ház szűk, vagy otthontalan, vagy elhagyni való teher, aminek nem tudjuk a rezsijét fizetni, és magára hagyjuk, és megyünk az utcára, a közterületre. Hogyha azt mondjuk, hogy fedél nélküli, az tulajdonképpen ugyanazt, mintha azt mondanám, hogy kapcsolat nélküli? Igen, mert a fedél is a maga védelmet jelentő, betakaró, árnyékoló, eső és időjárás ellen megvédő voltával is azt sugallja, hogy van valami fölöttem, ami kiterjeszti rám a nyugalmát és az oltalmát. Hogyan lesz valaki hajléktalan? Hát alapvetően mindannyian, úgy mondjam, hajléktalannak születünk. Utoljára anyánk méhében voltunk otthon, és ahogy megérkezünk erre a világra, elkezdenek az utak elágazni. Tehát van, aki esetleg jómódú családba születik, de a dolog addig tart, amíg nagykorú nem lesz. És hajléktalannak kell neveznünk azt a személyt is, aki nagykorú, de nincs saját rendelkezésű lakása. Természetesen más az ő helyzete, mint azoké, akik utcán élnek, vagy eleve rossz körülmények közé születtek. De természetes igénye az embernek, hogy önmaga rendelkezzék egy olyan kis birodalommal, amit magára zárhat. Kiürültek az aluljárók. Az aluljárók valahogy egy kicsit a maguk húzatos, barátságtalan és rideg módján is mégis valami kis fedelet adott. Ma felmossák a követ, és elküldik az embereket. Az mindig a hatalom felelőssége, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik közelben akarnak maradni, és nem akarnak világgá menni, és emberi közösség nélküli helyekre, hát ezért halva született ötlet, hogy a kihalt falvakba telepítsük ki a hajléktalanokat. Most való igaz, hogy az aluljáró nem teljesen alkalmas az életvitelszerű tartózkodásra, ezt a kifejezést használják manapság, viszont menedéket ad, és ahol emberség van, és az elsődleges szempont az, hogy az ember minimális segítséggel életben maradjon, ott ezt meg tudják oldani. A középkor megpróbálta elképzelni, hogy Isten és a látható világ hogyan vannak egymással, és akkor kitaláltak egy nagyon szellemes, elég képtelen ötletet, hogy ha Isten kitölti a mindenséget, de van a látható világ, akkor annak valahol el kell helyezkedni, és azt mondták, hogy behúzta a hasát, és valahol itt van a bendője helyén a látható világ, mint egy anyának a terhessége van, hogy valakivel együtt él, helyet biztosít a számára, és irgalmatlan és gonosz társadalmak kidülesztik a hasukat, és nem adnak helyet azoknak, akiknek nincs is igazán
velük versengő nagy igényük, csak éppen élni akarnak. Van-e valamennyire működtethető állampolgári jogai a hajléktalannak? Hát alapvető emberi jogai megvolnának, tehát az élethez, a tiszta vízhez, szóláshoz való joguk, morgáshoz való joguk az elvben meg lenne, de innentől kezdve aztán a különböző rendeletek kiszolgáltatottá teszik őket, mert a világon egyedülálló módon Magyarországon lehet olyan jogszabályt hozni, ami ráadásul az ország első számú törvényébe, alaptörvényébe kerül be, amely bünteti az utcán élőket, akiknek a legfőbb bűne az, hogy nem voltak képesek gondoskodni elhelyezésükről, és az, amit ezért fölkínál az állam, az a szeparáció, az ellen tiltakoznak, és az nem megfelelő a számukra, és ezért egy kényszert alkalmaznak, hogy vagy bemegy, vagy eltűnik a többi ember szeme elől, vagy lemond arról, hogy a közterület általa is használható legyen, hogy vállalja az állandó zaklatást, és vállalja akár azt is, hogy börtönbe zárják érte. Ez példátlan, és szégyen, és csak megrendüléssel és felháborodással tud az ember erre gondolni. Hogy hány hajléktalan van, az kedvenc játék, mindig megkérdezik, és ha azt mondom, hogy 500 000, az is rendben van. Tehát körülbelül ennyi ember biztosan van, akinek lakhatási problémái vannak, csak átmenetileg most a dolog megoldott, és ha végső kétségbeesésében nem talál egyetlen rokont vagy barátot se, akkor is egy-két napra ki tud venni egy szobát, vagy barátai összeadják, és aztán közben valahol csak megürül egy cselédszoba, vagy valami ilyesmi. Tehát ez körülbelül 500 000 embert érint. Ennek a tized része az, aki hosszabb, rövidebb ideig intézményben tartózkodik, vagy az utcán. És akkor ennek az 50 000-nek az 1/5-e, aki befér intézményekben, mert ennyi hely van, a többiek pedig kint az utcán, erdőkben, félreállított járművekben, trafóházban, csőben, hordóban, mint Diogenész, megpróbálják átvészelni a telet, és aztán ez enyhébb időben pedig parkokban és másutt a szabad ég alatt vannak. Szóval, hogy erre mi lenne a megoldás, hogy a fűtött utca, azt mi arra gondoltunk, hogy azért hozzuk létre, mert az intézmények kénytelenek egy elég kemény rezsimmel dolgozni. Tehát valaki bejön ittasan, nem vállalnak érte felelősséget, mert ön is közveszélyes, kitiltják. Van, aki nem ment el az ANTS-hez, egy ideje már nem csinálja az ANTS, tehát mindig kértünk friss papírt, ne fertőzön másokat, utcán nem kérnek, buszon nem kérnek. Tehát ezek is olyan helyek, ahol emberek sűrűn vannak együtt. És arra gondoltunk, vettünk egy mély lélegzetet, hogy csináljunk egy fűtött utcát, amiből sok kellene. Ennek nem kell mindig ugyanott lennie. Tehát van egy üres telek, vagy van egy lebontásra ítélt ház, amely nem életveszélyes, és ott be lehetne rendezni, de akár megosztva tér vagy pályaudvar valamelyik sarkában lehetne olyan hely, ahol a padot fűthetnék, nem olyan nagy összeg, tehát ahol valami meleggel érintkezhet, gondolkoztak némelyek ilyen ölelgethető szobrokban, tehát csak legyen fölötte fedél, le tudjon ülni, kicsit meg tudjon pihenni, kis meleget kapjon, vizet tudjon venni, el tudjon menni a WC-re. Ennyi kellene ahhoz, hogy a mindig átmenő irányban lévő emberek meg tudjanak pihenni egy pillanatra. Tehát nem a városban lakók lakását akarják elfoglalni, hanem csak emberek között akarnak lenni és megpihenni.
időről időre. Tehát mi ezért mondtuk többször, hogy kitiltani őket a belvárosból, vagy a város más pontjairól nem elfogadható. Fölkínáltuk, hogy akár a takarítás megszervezésével biztosítsunk számukra helyet, akár mozgó takarítással is, de látni nem akarják őket, ez a legfőbb probléma, és mi meg úgy gondoljuk, hogy ezt inkább a politikusok vélik így, mert a lakosság többsége ezt elfogadja, eltűri. Egy családon belül is olykor el kell egymást tűrni, olykor tényleg nem tudjuk egymást látni sem, mert beteltünk a másiknak a önzésével, rendetlenségével és egyemével, de hát hozzánk tartozik, eltűrjük. Na most ez a kérdés, hogy az én kevésbé jó helyzetben lévő embertársamat legalább el tudom-e tűrni. Ennyi kellene. És erre azt hiszem a társadalom többsége hajlandó.